Eckhart Tolle videójából részlet. Elég sokan csatlakoznak hozzánk a világ minden részéről. Legyetek hálásak, bármit is tapasztaljatok ebben a pillanatban. És ha nem tudsz hálás lenni, legalább engedd meg, hogy az legyél, mert tulajdonképpen már az vagy. Szóval akár meg is tehetnéd. Most, ha megtetted ezt a kis dolgot, ami nagyon csekélységnek hangzik, és nagyon csekély is. Megengedted, hogy ennek a pillanatnak a megtapasztalása olyan legyen, amilyen. Csak ez az apróság eltávolítaná, nos, hogy is mondjam, százalékosan. Mondjuk a szenvedés 95 százalékát az életedből. A fennmaradó 5%-ról nem beszélek, de majd valamikor rátérünk erre is. Tehát ez már most eltávolítaná a boldogtalanság gigászi darabkáját, bármilyen formában is legyen az. A boldogtalanság a legáltalánosabb kifejezés, amit használhatunk erre. Butha a szenvedésnek nevezte. És így a következő időben ez az egyik gyakorlatotok. Ne álljatok ellen belül a pillanat megtapasztalásának. Persze sokszor előfordulhat, hogy elfeledkeztek erről. És ez is rendben lévő. Abban a pillanatban, amikor rájöttök, hogy elfelejtettétek, újra ott lesz. És akkor el tudod fogadni az adott pillanat megtapasztalását, mint boldogtalanságot, ami azért keletkezik benned, mert elfelejtetted elfogadni ennek a pillanatnak a megélését. És ezért érzed ezt, mint benned keletkező boldogtalanságot. És azt kérdezett, honnan jön ez, Ó igen, elfelejtettem megélni, elfogadni ennek a pillanatnak a valóságát. És akkor elfogadod a boldogtalanságot. És az a furcsa a boldogtalansággal kapcsolatban, hogy amikor teljesen elfogadod a boldogtalanságot, az nem tud sokáig nálad időzni. Nem szereti, és nem tud az elfogadással együtt létezni. Így aztán az a furcsaság történik, hogy valami olyasmit mondasz, rendben, boldogtalan vagyok. Ez rendben van. Nem bánom, hogy boldogtalan vagyok. És akkor a boldogtalanság elmegy. Mi folyik itt? Ennek nem szabadna megtörténnie. A boldogtalanság nem bírja sokáig az elfogadást. A boldogtalanság elfogadása nem a boldogtalanságnak való engedés, hanem az elfogadás. Nos, a boldogtalanság elfogadása feltételezi, hogy van egy tudatosság, amely tudja, hogy boldogtalan vagyok. Ez most nagyon természetesnek tűnhet, de nem az. Az emberek milliói még mindig nagyon boldogtalanok. Nagyon boldogtalanok az emberek. És persze okok van rá, amiért boldogtalanok. Igen. És nem feltétlenül azok az emberek boldogtalanok, akikről azt gondolnánk, hogy megvan a legnyomósabb okuk a boldogtalanságra. Gyakran azok, akikről azt gondolnánk, hogy sokkal rosszabb a helyzetük, és ezek több millióan vannak, de mégis sokkal boldogabbak, mint mások. Gyakran ez a helyzet. A boldogtalanság tehát olyas valami, amit ha boldogtalanságként ismerünk fel, és így fogadunk el, akkor történik vele valami. Elkezd feloldódni. Ám az igazán boldogtalan emberek annyira azonosulnak a boldogtalansággal, ami bizonyos visszatérő gondolatok kombinációja a fejben. Egy bizonyos narratíva, ami nem kellemes. Mikor az én életemről szól. Azt mondja az életről, az én életem órettenetes az én életem ó miért alakult minden olyan rosszul, olyan félre sikerült el rosszul, és most már semmit sem tehetek. Vagy az elbeszélés valaki másról szól. Tudja, hogy mit tett, mit mondott és hogy mit tett. Az elbeszélés szólhat arról a valamiről is, ami még nem történt meg. És folytatódik, és folytatódik. Vagy valami olyan dologról, ami a távoli múltban, vagy a nem is olyan távoli múltban történt. Tehát van egy történetmesélés. Aztán vannak érzelmek, amelyek a történetet tükrözik. A történetet gondolatok alkotják, bizonyos típusú gondolatok. És ezeknek a bizonyos gondolatoknak van egy bizonyos gyakorisága. És akkor ez felébreszti az érzelmi rezgést mert a test azt hiszi, hogy az elmédben lévő elbeszélés a valóság. Ez az a valóság, amelyet megtapasztalsz. Tehát a test érzelemmel reagál. Egy egyszerű példa. Éjszaka nem tudsz aludni, mert rendkívül aggódsz amiatt, hogy mi fog történni veled, vagy egy hozzád közel álló személlyel, vagy akár a világgal. És mindez nagyon válságosnak tűnik. A fejedben van a vészhelyzet, nem pedig azon kívül. A fejed alatt egy párna van, és rajtad egy takaró, akár valami nagyon puha és bolyhos, puha a pehelypaplan. És nincs ott a boldogtalanság. És ha körülnézel a hálószobában is, hol van a boldogtalanság? A növények? Minden rendben van. Semmi nem lehet boldogtalan. Nem. Minden idebent történik, és akkor a test ezt érzékeli, mivel ez a kritikus valóság, amiben most vagy, hogy válság van az életedben. A test nem tud különbséget tenni a között, ami valójában történik, és a között, ami a fejedben történik. Ami a fejedben történik, azt tekinted a teljes valóságodnak, és akkor megtapasztalod az érzelmeket amelyek az ilyen természetű történetmeséléssel járnak. És így nincs tudatosság. Amikor ebbe a csapdába esel, még azt sem tudod, hogy valójában boldogtalan vagy, mert te magad vagy a boldogtalanság. A boldogtalanság vált az önazonosságodtá. Tehát amikor boldogtalanná válsz, nem is tudod. Vagy szenvedsz. Használjuk a bucisták által használt szenvedés kifejezést. Amikor ebben a mély szenvedésben vagy, nem is tudod, hogy szenvedsz, mert a szenvedés hatalmas roppant súlya az én érzésed része. Te egy szenvedő lény vagy. És ezt minden pszichiáter tudja, hogyan ők nevezik adott iskolájuknak megfelelően a hozzájuk forduló embereket, szóval a páciens vagy a kliens, amikor elér egy olyan pontot, ahol lehetősége van arra, hogy túllépjen a mélyen gyökerező mintákon, a tudattalan mintáin, akkor nagyon gyakran hatalmas ellenállásba ütköznek, mert az illető attól fél, hogy elveszíti önazonosságának egy nagyon fontos részét. És néha ez az önazonosságuk legfontosabb része. Ha évekig, sőt talán évtizedekig boldogtalan énérzettel éltek, akkor nem hajlandóak elengedni. És ezt megint csak nem tudatosan teszik. Soha nem mondják, hogy nem akarom elengedni. De ha ezt ki tudták mondani, az azt jelenti, hogy már megjelent némi tudatosság. Tehát a tudatosság hiánya a jelenlét hiánya. Ez a fel nem ébredt állapot, amiben sajnos még mindig emberek milliói rekedtek meg. De abban a pillanatban, amikor tudják, felismerik a belső állapotokat. Ez azt jelenti, hogy már van tudatosság. Van egy másik tudatossági szint, ami bennetek, rajtatok át megjelent. A tudatosság egy mélyebb szintje, ami nem a feltételekhez kötött gondolkodás. Tehát nevezhetjük ezt tudatosságnak, vagy nevezhetjük jelenlétnek. Ezt nevezhetjük feltétel nélküli tudatosságnak. És akkor a szabadság elkezdődött. A szabadság lehetősége megjelent. A belső állapototokat onnan ismeritek fel, ahogyan azok felmerülnek. Onnan, hogy felismeritek a boldogtalanságotokat. Érezni tudod a boldogtalanságot. De abban a pillanatban, amikor tudatára ébredsz a benned lévő szenvedésnek vagy boldogtalanságnak, már nem táplálod azt a gondolataiddal. Amíg nem vagy tudatában, addig ördögi körként táplálod. Táplálod a gondolataiddal, az általad elbeszélt történetekkel, és csapdába estél ebben az ördögi körben. És a narratívád még több boldogtalanságot teremt. A boldogtalanságod még több gondolatot teremt, és te csapdába estél. Tehát a következő időszakban, és remélhetőleg azon túl is tegyétek ezt gyakorlattá, mert ez az élet sokkal kellemesebb módja, hogy tudatában legyetek a belső állapototoknak és értelmeteknek, bármilyen helyzet is adódjon az életben. Legyenek azok kisebb, nagyobb dolgok, nehéz helyzetek, nehéz emberek, kihívások, problémák. Mert a következő időszak sem lesz kihívásoktól és problémáktól mentes tehát bármi is legyen az. Ismert fel, hogy minden helyzetben az elsődleges tényező a belső állapotod legyen, mert ez határozza meg, hogyan viselkedsz. Tehát bármi is legyen, az elsődleges felelősségetek az, hogy tudatában legyetek annak, hogy mi zajlik bennetek. És ez azt jelenti, hogy bármi ismerül fel az életedben, azt valójában a gyakorlatodban kell felhasználnod, hogy ne válj függővé attól, ami az életed külső szintjén történik. Tehát fokozatosan eléritek, hogy a belső állapototokat már nem határozzák meg, talán még egy kicsit igen, de már nem teljesen a külső események, emberek, helyzetek, és így tovább. Megjelenik a belső szabadság. Ez a felébredés. Tehát megtörténik a gondolatok mozgásából és az ingadozó érzelmekből való feloldódás. Van egy visszavonulás. Nem nyomsz el semmit. Engedélyezed, hogy legyen. De csak azért engedheted meg, mert van tudatosság. És ez a tudatosság végső soron te vagy. Ez az, amit én néha a mély énnek nevezek, szemben a felszíni énnel. Én, vagyis nem ebben a nézőpontban, de az is érdekes. Ez egy analógia a tudatosságra, a tudatosságra nézve, de most először a névmásról, az énről beszélünk. Van a felszíni én, ami a feltételekhez kötött személy. Az a lény, aki egy ideig te vagy. És van a mély én, ami a tudatosság. A megszokott hasonlatom, amit valószínűleg már hallottatok tőlem néhányszor megemlíteni, az óceán. Az óceán felszíne a hullám vagy fodrozódás, a felszíni én. És az óceán, az óceán mélysége a mély én. És egy felébredő ember egy fodrozódás az óceán felszínén, amely egészen a közelmúltig teljesen azonosult a fodrozódás létezésével, az óceán felszínének vízszintes dimenziójában. Minden más fodrozódásra úgy tekint, mint egy újabb másikra, egy másik fodrozódásra. Nem én vagyok, hanem egy másik. És mindig nagyon óvatosnak kell lenni ezzel a másikkal. És az ego valójában azt szereti, ha a másik a lehető leginkább más. És akkor a kis fodrozódás elkezdi felismerni, hogy van mélysége, abban a pillanatban, amikor már nem gondol a saját fodrozódás létére. És akkor a gondolkodás alábbhagy, és valami más marad, valami más, ami nagyon mély, aminek nincs formája. És csak egy jelenlét, ha nem is hívhatjuk bárminek, a jelenlét. Felolvasta Korek Mária: Köszönöm a meghallgatást.